Sziasztok! A régi mesterek festőtechnikái tanfolyam első képfestő oktató videójánál tartunk. Végre sokatok számára a várva várt pillanat, ez azt hiszem, hiszen ugye ez a szokásosnál hosszabbra nyúlt a tanfolyam elméleti része, de hát nyilván ugye, ahogy előre ígértem, ez egy nagyobb lélegzetű tanfolyam, ami sokkal tartalmasabb tananyagot tartalmaz. Mostantól jönnek szép sorba az oktató videók, úgyhogy elkezdjük a képek festését. Bizonyára már itt a lecke áttekintésében már láttátok a mellékelt fotókat, a fázisképeket a festmény előtt és a készfestményről, illetve az egyéb ilyen képeket. Ugye most itt David Leffel, a ma is élő amerikai kortárs festőművésznek egy képét másoljuk, ugye a mestermásolatok készítését ezzel kezdjük, és David Leffelről már írtam, ugye a palettájáról a 31. leckében olvashattatok. Ő egy ilyen absztrakt realistának mondja magát, aminek az a lényege, hogy egy reálisan ábrázol egy kompozíciót, de bizonyos részeket nem próbál meg annyira precízen ábrázolni, mint az akadémizmus, realizmus különböző válfajaiban azt láthattuk, hanem a modern, korszerű szemléletnek megfelelően ezekben az apróbb részleteknek az ábrázolásában elnagyoltabban ábrázol sok esetben, és egy kicsit olyan absztraktosan, ugye, amikor a tárgynak a fő jellemző formáira fókuszálunk, és nem akarjuk precízen a részleteket megjeleníteni, viszont a jellemző formák bemutatásával gyakorlatilag a szemlélővel tudatni tudjuk, hogy mit ábrázolunk, tehát ez az absztrakt ábrázolásnak a lényege nagy vonalakban. A palettánk, ahogy azt ugye már ott előtte felsoroltuk a 31. leckében, a Leffel paletta, ez a bővített változata, most itt lehet, hogy nem is lesz minden színre szükség, de kinyomtam minden színt a tubusokból, hogy lássuk. Hát jobbról balra kezdjük a sort, mindjárt itt jobb oldalt ugye, amit láttok, ez a Maruzser médium, az ő speciális festőszere, ezt mindjárt megmutatom. A Maruzser médiumnak az általam készített változata, amit itt láthattok, ezt én szépen így be is tubusoltam. Ez ugye terpentinből és mastix gyantából készítettem egy mastix lakkot, aztán főztem fekete olajat, ólom oxid, azaz litárgium hozzáadásával, és akkor a két anyagnak a keverékéből készült ez a Maruzser médium, és méghozzá ugye ez a flamand változat, a flamand recept alapján. Leffel is ezt használja. A festőszernek az elkészítését, meg hogy mit tud, azt ugye bemutattuk korábbi videó leckében, ahol a fekete olaj készítését is megmutattam, hogy hogyan lehet ólomoxidból litargiumot készíteni, ízítással, azt is bemutattam, illetve láttátok azt is, hogy lesz tulajdonképpen a mastix lakból és a fekete olaj keverékéből ugye egy ilyen zselés anyag, ami ennek a médiumnak a fő tulajdonsága, a legfontosabb lényege. A mastix lakkot egyébként lehet helyettesíteni, ahogy azt már írtam, ugye ezzel az úgynevezett szilika zselé médiummal, aminek a készítését szintén bemutattam a videókba. Hát ezt most viszonylag nehezebb hozzájutni, mert állítólag a patikák már nem mindenhol adják ki ezt a szilika nevezetű anyagot. Ha valaki hozzá tud jutni, akkor ő el tudja készíteni, de egyébként a művészellátóknál is vannak forgalomban ilyen olajzselé, vagy olajgél, vagy oleoresz gél, illetve kristálymédium, például a Le Francais Bourgeois-nál. Tehát ilyen neveken lehet kapni ilyen zselé médiumokat, ha nem tudtok magatoknak készíteni. Illetve van az úgynevezett Fluix
alkid festőmédium, ami a lengyel reneszánsz cég terméke, vagy a másik közismert ilyen hasonló termék a Winsor & Newtonnak a Liquin Original nevű terméke. Azok hasonló anyagok, egy kicsit hígabbak, mint ez a zselé, de ezt menet közben én is még festőszerrel szoktam hígítani. Azok is olyan picit olyan zselé sűrű, gyorsan száradó, egy ilyen selyemfényű felületet adó anyagok, és ezek a tulajdonságok jellemzőek erre a marozsár médiumra is. Tehát vannak modern alternatívák, és egyébként a képet meg lehet hagyományos festőszerrel is festeni, tehát nem muszáj ennek a festőszernek az alkalmazása. Én most itt hagománytiszteletből ezt használom, hiszen a David Leppfel is ezt használja. És akkor megyünk sorba a palettán, akkor én ollomfehéret használok, de lehet titánfehéret is használni. Kadmium citromsárga, ez az, amit Leppfel gyakran ehelyett ugye be tudja szerezni az ólom-on sárgát, vagy nápolyi világos sárgát használ. Aztán kadmium középsárga és kadmium mélysárga, azaz kadmium sötétsárga, ahelyett lehet esetleg kadmium narancsot is használni. Világos okkersárga, kadmium világos vörös, ez egy vörös föld, egy vasoxid vörös festék, ebből az angol vöröset vagy velencei vöröset érdemes használni, Leffel pompei vöröset használ, ha valakinek van az, akkor használhatja. Én éppen toszkán vöröset tettem a palettára. Ezek nagyon hasonlóak egymáshoz, úgyhogy végül is bármelyiket lehet használni. Aztán jön a három kék, az első a kobaltkék, a második ultramarinkék, a harmadik pedig a flat tlalókék. Aztán jön egy elefántcsont fekete vagy mars fekete, én éppen mars feketét használtam, és alatta egy sötét umbra. Én egy ciprusi természetes umbrának a sötét verzióját használom. Tulajdonképpen bármelyik umbra jó. Leffel nem a vöröses umbrákat használja, hanem ezeket a zöldes fekete árnyalatokat. Tehát azért is használom én is ezt, hiszen a vöröses umbrákhoz hasonló színeket könnyen tud keverni egy kis vörösföld és umbra, vagy vörösföld és fekete keverékéből. Jó, tehát ez a palettánk, ezzel fogunk dolgozni. A kép alap az egy 60x40-es alap, amire elkészítettem nagyjából a csendéletnek az előrajzát. Ez az a kép alap, amit a tanfolyam elején elkészítettük, ezt a tónusos alapozását, és ugye megbeszéltük, hogy majd erre szükség lesz. Úgyhogy a két Leffel kép közül az egyiket ilyen korábban már lealapozott tónusos alappal készítjük. Ugye ez volt az, amikor egy kis umbra és ilyen természetes színekből jól felhigítva egy ilyen tónusos alappal bekentük az alapozott farostot, vagy éppen vásznat. A második csendéletnél pedig majd frissen fogunk egy ilyen alapot létrehozni, és ott majd azzal fogunk dolgozni, hogy az a célom, hogy megérezzétek a különbséget, és hogy milyen az, amikor egy ilyen friss alapozásra festünk, illetve milyen az, amikor megszáradt alapozásra dolgozunk. Tehát ez is egy tapasztalat lesz itt a tanfolyamon. Egyébként Leffel általában frissen szokta alapozni, mindjárt a munka megkezdése előtt keni át ezzel a tónusos alappal a képet. Jó, akkor most hát mehetünk is tovább, és elkezdjük a festést magát. Itt most én egy ilyen zöldes színt fogok keverni, ami a háttér lesz. Itt a háttérnek az a lényege ezeknél a Leffel képeknél, hogy mindig van egy világosabb része, ahol látszik maga a háttér tónusa, és van egy nagyon mély árnyékos része, egy sötét oldala, ahol teljesen be van sötétítve a háttér. Úgyhogy most ezeket fogjuk mi is itt felfesteni. A háttér festéséhez ugye az egy nagyobb szín, a legjobb az, hogyha ilyen széles lapos egyszólos ecsettel dolgozunk, hiszen ezzel viszonylag gyorsan tudunk nagy felületeket befesteni, illetve a lágy szintetikus szőrnek köszönhetően szépen szét is lehet oszlatni a színeket, tehát nagyon szépen egymásba lehet mosni a színeket a kép alapon. Tehát ezzel fogunk dolgozni.
Tehát akkor elkezdjük ennek a háttérszínnek a keverését. Akik már régi motorosok a tanfolyamaimon, ők tudják, hogy ugye általában festőkéssel keverek. A palettának ugye ez a felső része, ahol a tiszta színek vannak, ezt igyekszünk tisztán tartani, és azt a legkönnyebben a festőkéssel való keverés esetén tudjuk megtenni. És ez az üres része a palettának pedig a keverő terület, ahol a tényleges színeket keverjük. Tehát itt a lefel egy ilyen olajos zöld színt használ, amit egy fekete alapból fogunk keverni. Ehhez a feketéhez adunk egy kis kéket, jelen esetben ultramarin kéket. Ez körülbelül lehet ugyanolyan mennyiségű, mint a fekete, tehát nagyjából a két szín hasonló mennyiségű. Ezt a két szint összedolgozzuk, és kapunk egy ilyen kékes fekete, egy ilyen intenzív fekete színt. Aztán ennek egy részéhez adunk egy kis kadmium sárgát, mondjuk érdemes a kadmium sötét sárgával próbálkozni, és meglátjuk, hogy egy ilyen olajos zöld szín jön ki belőle. Talán egy kis kadmium citromot is adhatunk hozzá, hogy egy hidegebb tónust is adjunk neki. Ezzel a színnel fogjuk a képnek itt a jobb oldalát festeni, a sötét intenzív feketével pedig a kép bal oldalát, és oda egy kis talókéket is adhatunk hozzá, az még jobban el fogja sötétíteni, el fogja mélyíteni a színt. Tehát először a hátteret festjük meg, és megpróbáljuk ezt a két színt így összehozni, ennek a két színnek az árnyalatait. Ugye én mindig, amikor keverek, akkor a késen maradt felesleget ide kiszoktam kenni a képnek arra a részére, ahová egyébként is kerül az adott szín, és akkor ezzel megspórolom azt a festéket, amit így egyébként letörölnék a késről. Tehát egy picit a Marozsér médiumba belemártom az ecsetemet, és elkezdem ezzel szétdolgozni a adott szint a képen. Akinek nincs Marozsér médiuma, nyugodtan belemárthatja festőszerbe is, folyékony festőszerbe, vagy ugye a Fluix médiumba, tehát mint mondtam, tényleg mindegyik megfelelő erre a célra. Egyébként lefelé gyakran úgy használják a Marozsér médiumot, hogy a palettán összedolgozzák az adott színnel, és úgy viszik aztán fel a úgy kenik föl a színt, hogy már a palettán összekeverik, ott meghigítják a dolgot. Most én úgy érzékelem, hogy egy picit túlzottan olajzöld lett a háttér, úgyhogy egy pici okkersárgát ide fölkenek a képre, és ezt az okkersárgát itt beledolgozom. És akkor egy kicsit ilyen jobban ilyen olajos zöld, ilyen arany színű ragyogást kap ez a zöld. Ahol az ilyen rózsákat, meg egyéb formákat előre felrajzoltam, azokat megpróbálom szépen óvatosan kikerülni az ecsettel. És még további okkersárgát viszek föl itt a képnek erre a részére, hiszen az eredeti képen is látható, hogy sokkal világosabb a tónus itt a váza közelében. Ebbe is persze beledolgozom a zöld színt, tehát ezeket összekeverem tulajdonképpen itt a képen egymással.
Talán egy pici fehér szín hozzáadásával még tompítok ezen a zölden, és ettől egy kicsit olyan tompább, pasztelesebb lesz, ahogy az eredeti képen is látható. Ahhoz szükséges ugye nyilván egy kisebb ecsetre váltok, ahol finomabb munkára van szükség. Itt most a pompei vörössel húztam bele egy csíkot, és mellé mindjárt oda teszem az umbrát, ugyanis itt az eredeti kép szerint az asztalnak a széle itt látható. Ezt akkor tudjuk megnézni, ha a mellékelt, jobban kivilágosított képet is megnézzük. Utána majd ebben még belemegyünk még sötéttel, feketével, tehát kialakítunk egy ilyen átmenetet. De a lényeg az, hogy itt ez érzékelhető legyen, hogy itt van egy ilyen kis átmenet, és ez a kis vöröses-barna tónussal tudjuk ezt elérni. A lépésben ennek a terítőnek kell még egy kis tónust adjunk, úgyhogy egy kis umbrába belemártom az ecsetet, és finoman ezt még egyszer átdörzsölöm. Tehát tulajdonképpen, amit már egyszer megtettem, amikor ezt az alapot annak idején hetekkel korábban a tanfolyam elején előkészítettük, amikor ezt a videót csináltuk, most még egy kis umbra réteggel elkezdek itt ilyen árnyékokat felvinni a képre. Most mi egy kis citromsárgát keverünk egy kis fehérrel. Ebből csinálunk egy ilyen sárgás-fehér alapszínt. És egy pici kadmium sötét sárgával, itt látható némi kis sárgás tükröződés, ami az asztalról visszaverődő szín reflexió. Itt adunk egy ilyen sárgás tónust a vázának. És világos élénk vörössel alakítjuk ki ezt a kis bimbózó rózsát itt. És pedig úgy, hogy ugye egészen így elvékonyítjuk, és tulajdonképpen hagyjuk összemosódni az alatta már ott lévő feketével. Úgyhogy ettől egy kicsit ilyen semlegesebb vörös színű lesz. És itt-ottal egy kicsit vastagabban meghagyjuk a vöröset, ott látszik csak a igazi vörös szín. Alul pedig a zöld jelenítjük meg benne. És ebben a stádiumban én szoktam egy kis sörte ecsettel ezzel lehet egy kis ilyen struktúrát, egy kis textúrát adni a képnek az ilyen részeihez, ahogy egyébként ez megfigyelhető az eredeti képen is.
Tehát egy kicsit az árnyékokon még lehet dolgozni. De ennyi. Következő részben egy a másik David Lefebvre csendéletet fogjuk megfesteni, ott viszont majd ugye minden nedves alappal fogunk indítani. Jó festést kívánok nektek, sziasztok!